egyszer azt mondta nekem, hogy vedd a kezedbe a sorsodat, mert mindig csak várod, hogy a sült galamba szádba repüljön. Na én azóta folyamatosan, ha kell, ha nem, csak így sorolom a dolgokat, mondom a feladatokat, ömlenek a szavak. Sokszor nem is tudom, hogy mozog-e a szám. Hogy vajon más is hallja, vagy csak én hallom. Különleges versszínházi előadás helyszíne volt a Vécsey utcai Fiók könyvtár. A monodráma Haraszti Ágnes kortárs költőnő verseiből és szövegeiből készült a Köszönjük Magyarország pályázat kiírására. A minden érzékre erőteljesen ható produkció versei a felnőtté válás folyamatát járják be, olyan témákról, mint az anya-gyermek kapcsolat, a szerelem, a magány és a barátság. A versek Koblicska Lőte hangján szólalnak meg. A nézők korábban már láthatták a bemutatót a könyvtárban és a Kossuth gimnáziumban is. Próbáltuk egy olyan közegbe helyezni az előadást, ahol a nézők részei az előadásnak, de nem interaktív az előadás, tehát nem kell beleszólniuk, viszont egy helyszínen vagyunk, ugyanott vannak, ahol én, ez igazából egy kórháznak a váróterme, és várunk a behívásra, és ők is így hirtelen részei lesznek ennek a helyzetnek. Évekig mosni a csúszó sárga vért odalentről hiába. A vadkakast megenni, a szelidet mindig külön zárni. Az előadás atmoszféráját a zene teszi igazán különlegessé, a szövegeket a különféle dobok hangja veszi körbe. Készítek ilyen szinti atmoszférákat, amik leginkább ilyen kis táptalajszerű, nem is feltétlenül zeneként ható dolgok, és azokat be tudtam emelni többnyire. És van még egy-két rész, amikor ilyen kis kézi dobot ütögetek, ami kicsit ilyen vehemensebb hangulatokat idéz. Szabó T. Anna költő ezt írta a szerzőről, Haraszti Ágnesről. Egy őserdő mélyén a tudattalamban küzdi magát előre. Az Angyali gépek elveszett alkatrészet című előadás ezt az érzelmi, tudati, nyelvi utazást jeleníti meg.